Az új 2014 márciusában elfogadott polgári törvénykönyv 2 év türelmi időt adott a gazdasági szervezeteknek arra, hogy a működésük alapszabályzatát módosítsák, a létesítő okiratokat összhangba hozzák a vonatkozó törvénnyel. Ebben szerepel a KFT-k 3 millió forintig történő feltőkésítése. Leginkább a KFT-ket érinti ez a feltőkésítés, mert kógens kötelező szabály, hogy ezen időpont után a KFT-k csak azok lehetnek, amelyeknek 3 millió forint a törzstőkéje. Tehát azoknak a KFT-knek, amelyeknek nem érte el ez idáig a törzstőkéje ezt az összeget, akkor dönteniük kell arról, hogy KFT-ként kívánnak-e működni. Ha igen, ezt a döntést március 15-éig, most 2016. március 15-éig meg kell hozniuk, és a döntést meghozatalát követően 30 napon belül ezt a cégbíróság felé be kell jelenteniük. Tehát ilyen módon ez az utolsó határidő, amíg a bejelentést megtehetik, az 2016. április közepe lesz. 15 ezer forintos illeték és 3 ezer forintos közzétételi díja van a bejelentésnek. A feltőkésítés inkább a kisebb gazdasági társaságoknak okozhat nehézséget, de a törzstőke emelésének többféle módját is választhatják. Ez a tagok saját befizetésével vagy aportjával, esetleg új tag bevonásával és befizetésével, vagy pedig a társaságnak a törzstőkén felüli vagyonának a bevonásával történhet meg. Tehát ha saját befizetést végez egy vállalkozás vagy vállalkozó, akkor arra valószínű, hogy tud felvenni hitelt is. Vagy pedig, ha nem tud pénzeszközt, aportot vagy a törzstőkén felüli vagyont erre a célra felhasználni, akkor átalakulhat a cég olyan gazdasági társasággá, például betéti társasággá, amelynél nincsen minimálisan előírt jegyzett tőke. A tőke rendelkezésre bocsátása a társaság házi pénztárába történő befizetéssel teljesíthető. Az adatok alapján a megyei vállalkozások csupán 15-20%-a nem emelte az elvárt szintre a törzstőkét 2015-ig. Azok a cégek, amelyek nem tesznek eleget a kötelezettségnek, vagy azzal elkésnek, pénzbírságra számíthatnak.